Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 28-án. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, mi foglalkoztatja őt, mik a tervei. Erre megadja a választ ez a felső kártya. Itt a háttérben, az ő háta mögött vannak hamisságok, hazugságok, és csevegnek róla. De ő ezzel tudatban van, mert ő ezen elgondolkodik, tehát átlátott rajta. Akkor is, ha mindez az ő háta mögött történik. A második kérdés az lenne, hogy hogy érzi magát ebben a szituációban. Milyenek az ő érzései? A hold adja meg rá a választ. A hold inkább visszahúzódó, belülre tekintő, de megvannak az ő vágyai, és álmai reményei. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a kártya adja meg rá a választ. A kettes szám arra utal, hogy közeledik hozzátok. Te és ő. De utalhat szerződésekre is. Ami még fontos, mert ezt mutatja ez a kép, ez a ház a háttérben, az lehet lakás, vagy egy ház vásárlása, bérlése, tehát lehet tényleg egy szerződésről is szó, de ami a szerelmi életet illeti, az jelenti a biztonságot, vagy azt, hogy ő tervezi, hogy ti összeköltözzetek. És pontosan ezeket a változásokat mutatja a napi kártya is, mert ez a kártya szimbolizálja a változásokat. És ez lehet egy költözés, vagy ő másképp tekinti a párkapcsolatot, és ott lesznek változások. Ez lehet tényleg egy költözés, vagy mutathatja azt, hogy ő biztonságot ad, ezt nyújtja nektek, és ezt érezni fogtok, hogy valami változik a párkapcsolat területén. Vagy tervezi, hogy összeköltözzetek. A változások, amit ez a kártya is mutat, arra utal, hogy itt felépül valami. És az a párkapcsolat területére kihat. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!